órás vagyok. Igen, nem fésülködtem, de nem is kell fésülködnöm, mert minek? A retro konyha készen áll. Csebi, mi folyik itt? Szükségünk van a tojásra. Nagyika van? Ez már lejárt. Igen, visszarakom a hűtőbe. Ez viszont pont máig jó. Felverjük a tojásokat. Nem. Igen. És ennél a fázisnál jöhet meg bele nyugodtan a fűszerek. Fűszerkömény fog berakni, oregánot, bazsalikomot, egy kis habanyírót, mert imádom, hagy egy kicsit csíp, és természetesen fog hagyma granulátumot, és ami nem egy utolsó sorban, még természetesen az nem más, mint a tengeri só. Nagyon szeretem ezt a sót. Ne küldöm neki, hogy érezzük a törődést. Egy kicsit borogatok, de no problem. Aki nem szereti az egész fűszerköményt, behetsz nyugodtan, ugye őröltet is. Belecsapatjuk az oregánót. Olyan finoman és nőiesen. Ugye bele a bázsálikom. Bázsálikom. Habanyéróból nagyon minimálisat, mert ez úgy fog maradni, hogy letépi a majd a nem létező herémet is. A fokhagyma. Azt megküldöm. Nesze. Fokhagyma. Amúgy jó fokhagyma. Így mi? Előveszünk egy szerencsétlen villát, és neki kezdünk. Olyan király. Itt akkor. Na. Oké. Szóval. Ez meg is lenne. Tehát most kimérjük szépen az adagokat. És akkor most csapathatjuk be a sütőbe, ami egyébként olyan, én olyan 200 fokra vettem föl, és közben pár perc alatt megvan, szóval lássuk. Igen, mielőtt még látnánk, azért meg fogom spékelni. Méghozzá sajttal! Ugye a sajtból is lehet kapni lightot. Ez nem az. Annyi zsír, gyerekek, kell. Kell, mert elszottyatsz, mint egy mazsolá. És az sose jó. Na. Megégettem kicsit az ujjamat, de ez belefér. Kezd feljönni. Csodálatos! Olyan szép, hogy el sem hiszed. Wow! Wow! Azt bekapcsoltam a felvételt. No problem, legalább a kutyát látjátok. Az csodálatos és szépséges. Azt a... No, szóval, mint látjátok, egy picit össze is szottyadtak, de miért szottyadtak össze? Hát ennyire nem szoktak össze szottyadni. Nézzétek már össze szottyadt, olyan, mint egy here. De amúgy még nagyon finom. Baszk, de ma így kéne kinézzen, látjátok, ilyen kis izé belül sajtot rejt, és akkor így fogod ki, nem így. Nem már, az olyan sem maradt úgy. Csináltam már ilyet, és ez nem így állt. Szerintem itt valami bagos. Szerintem itt valami nem jó. Itt valami történhetett sütés folyamán, aminek nem én vagyok a hibázója. Nem tudok rá szavakat találni. Jön a második felvonás. Nagyjából már megdísztetem azt, amit eddig kivettem, úgyhogy most nézzük azt, amit még nem vettem ki. Hű, azt a minden! Na, nézzétek, hogy megy össze, nézzétek, hogy megy össze! Az anyád! Valaki nem bírja a gyűrődést, kb. Én is így ordítottam volna föl, de nem én voltam. Hát elég nyomorékok lettek. Miért ilyen nyomorék? Amúgy tök finom, mert belülről sajt van, értitek? Akkor most lássuk ismét a tálalást. Szóval itt van a chapter 2 nyomorékok. Nem tudom, ez ilyen nagyobbak lettek? Vagy én nem tudom, azok ilyen összeszottyadtak, ezek még ilyen óriás szottyadtak.
De van között egy kicsi szottyat is. Nem mindegy, de belül a sajtos, úgyhogy biztos nagyon fincsi. Miért ilyen szottyat? De nem értem. Na mindegy. Ah, finom. Oké. Király. Szóval az egész olyan, mintha felhőbe harapnál bele. Ez a finom sajtos belső rész. Illetve nagyon finom fűszerekkel van megspékelve, illetve hát még lehet bőven, még akár ketchuppal, vagy majonézzel, aki szeretné mustárral, vagy még sajttal meghinteni a tetejét, és ez egy könnyed reggeli, 10 órai, nem tudom, uzsonna, vagy esetleg egy könnyed vacsora is lehet. Szerintem, ha valaki ezt mind megeszi, az jól fogja magát utána érezni. Ad egy kellemes érzetet a gyomorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek ennyi csodás receptet, és remélem, hogy tetszett a videó, és ha mondjuk megcsináljátok, akkor jó étvágyat kívánok hozzá! Szép zizéltem. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!